Köszöntöm a kedves nézőket! 88 éves lenne Deák Dénes, könyvtáros, műgyűjtő, művészeti író, aki majdnem az összes ingó és ingatlan vagyonát Székesfehérvárra hagyta. A mecénásra a Városháza dísztermében konferenciával emlékeztek. Az esti mérlegben ezzel a témával várjuk Önöket. Maradjanak velünk! Deák Dénes bár Budapesten élt, képzőművészeti kiállításai miatt gyakran járt Székesfehérvárra. Egy családtag helyett erre a városra hagyta szinte mindenét. A Deák Dénes Alapítvány kuratóriumi elnöke, a mindenkori polgármester. A város annak idején Deák Dénestől kapott egy nagy ajándékot, városként is, közösségként is kapta ezt, azzal a hagyatékhoz kapcsolódó szellemi üzenettel, hogy ezt ápolja, gondozza, bővítse a város és a város közössége. Ebbe nyilván a szakemberek is beletartoznak, és a szélesebb közvélemény egyaránt. Az alapítvány azt gondolom, hogy jó gazdája volt ennek a hagyatéknak, jó gazdája ma is, és részben azt gondolom, hogy az is feladat, hogy időről időre számot adjon arról, hogy mit végzett, hogy ez a szellemi műhely, nyugodtan nevezhetjük, egy szellemi közösség hogyan tudott fejlődni, hogy kik a díjazottjai ennek, és kik az ösztöndíjasai, az ösztöndíjasok milyen szellemi körben, milyen témákkal foglalkoztak, az alapítvány támogatásán segítségével hogyan tudták ezt feldolgozni, és azt hiszem, hogy ez a mai konferencia ezt nagyon szépen fogja illusztrálni, nagyon szépen fogja bizonyítani. Én abban bízom, hogy Deák Dénes, akinek nagyon sokat köszönhet ez a város, ha odaföntről nézi ezt a mai napot, akkor úgy érzi, hogy jó városnak hagyta ezt a hagyatékot. Ugye minden évben kapnak ösztöndíjat azok, akik erre érdemesek. Hogyan választják ki azokat a művészethez kapcsolódó előadókat, szakembereket, hogy ki az, aki megkapja ezt a díjat, ki az, aki érdemes erre? Ugye az alapítvány kuratóriumja hoz minden ilyen kérdésben döntést. A kuratórium dönt magáról, a díjazott személyéről. Ugye a díjat azt mindig az augusztus 20-ai fő városi ünnepségen adjuk át, illetve az ösztöndíjról is, ami egy évről szól, és ráadásul a pénzbeli támogatáson túl jelent egy nagyon fontos támogatást, mégpedig egy lakásnak a használati lehetőségét is ebben az időszakban. A kuratórium dönt, a kuratóriumnak a mindenkori polgármester az elnöke, de szakemberekből áll rajta kívül, és nyilván ez a szakmai gárda az, aki a javaslattal él, aki az ösztöndíj pályázatokat átgondolja, megvizsgálja, javaslatokat tesz, és a kuratórium ezt eddig az én tudomásom szerint minden esetben el is fogadta, de akár a díjazottak, akár az ösztöndíjasok tekintetében a hosszám visszaérkező jelzések azok egyértelműen azt mutatják, hogy ez általában szélesebb szakmai és társadalmi közvélemény véleményével is egyébként megegyezik. Mindenképpen székesfehérvárinak kell lenni annak, aki kapja ezt az ösztöndíjat, vagy ezt a díjat, vagy bárki, aki Magyarországon él. Nincs, aki ezt a gondolatot szolgálta, szolgálja munkájával, szakmai tudásával, elkötelezettségével, az jogosult lehet erre a díjra, illetve a pályázat keretében pedig, ha azoknak a feltételeknek megfelel, az ösztöndíjra. Az emlékkonferenciát a Deák Dénes Alapítvány, Székesfehérvár önkormányzata és a Szent István Király Múzeum, amelynek része a mecénás nevét viselő Deák Gyűjtemény, közösen szervezte meg. A Deák Gyűjtemény 2016-tól tartozik konkrétan a Szent István Király Múzeumhoz, amikor ugyanis a városi képtárat ugye összevonták az intézményünkkel. Gyakorlatilag az akkori vezető ugye Szűcs Erzsébet volt, és ő is most ugye a múzeumunk bázisát erősíti, és ugye eme konferencia nyilván a Deák gyűjteményre alapulva jöhetett létre, illetve hát a Deák ösztöndíj, ugye, ami kiemelt részét képezi ennek a mai eseménynek. A Deák gyűjtemény ugye a 80-as években jött létre, gyakorlatilag a Deák Dénes hagyatékáról beszélhetünk, ugyanis ő ugye végrendeletében a múzeumra bízta, illetve hát a városra bízta gyakorlatilag a hagyatékát, azzal a megkötéssel ugye, hogy mi azt gondozzuk, bemutatjuk, illetve hát lehetőségeinkhez mérten gyarapítjuk. Mennyire látogatott egyébként a Deák gyűjtemény, mennyire híres, mennyire jönnek mondjuk nem csak Fehérvárról, hanem a környékről ide meglátogatni ezt a gyűjteményt? Gyakorlatilag mondhatom, hogy híres. Példákkal is lehet támasztani, ugyanis az elmúlt két évben, tehát tavaly, illetve idén több külföldi megkeresés is történt, miszerint egy-egy műtárgyat kivittek külföldi múzeumokba, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mondhatni Európa szerte tudnak erről a gyűjteményről, és keresik is.
A konferencián az ösztöndíjasok különböző témákban tartottak előadást. Gelencsér József, az alapítvány kuratóriumának titkára, ígéretek és betartások címmel a hagyaték jogi körülményeiről beszélt a résztvevőknek. Van egy ősi jogelv, pacta sunt servanda, a szerződést be kell tartani, vagy ezt tágabban értelmezve, ugye az adott szót meg kell tartani. Az előadás arról szól, hogy Deák Dénes, budapesti műgyűjtő és mecénás, miként épített fel tudatosan, szervezetten egy kapcsolatrendszert Székesfehérvár várossal, és természetesen egy intézményrendszert, amely révén a halálát követően is a gyűjteménynek, képtárnak, létrehozott alapítványnak élete van, élettel telítette és betölti a funkcióját. Ehhez természetesen az kellett, hogy az érintett felek, mindenekelőtt Deák Dénes, másik oldalról Székesfehérvár város, kapcsolódó személyek, alapítvány, képtár, múzeum, tartsák a szavukat. Amiben megállapodnak, az valóban teljesítésre kerüljön. Ez a kapcsolat 1986-ban kezdődött hivatalosan, informálisan már egy kicsit azt megelőzően, végrendelet hozatala, alapítványtétele jelentette mindenek előtt ennek a lényegét. Mivel mindenki tartotta a kapcsolat, tartotta a szavát, Deák Dénes a városnak adományozta nagyértékű, egységes képzőművészeti gyűjteményét, a város pedig ennek megőrzésére kötelezettséget vállalt, egységes elhelyezésére, és hát létrehozta a városi képtárt, egész méltó és kivételes helyet biztosítva neki. Ezentúl, mivel végrendeletével Deák Dénes mondhatni vagyonának döntő részét Székesfehérvár városnak, illetve az alapítványnak juttatta, mindebből lehetőség van működtetni a létrehozott intézményeket, többek között évente odaadományozni a Deák Dénes díjat, ezt egy művésznek Székesfehérvár városához kapcsolódóan sokat tevő személynek a kultúra vagy éppen a múlt feltárása területén ténykedőnek, illetve a Deák Dénes ösztöndíjat, amelyet szintén évente kap egy művészettörténész vagy várostörténész, biztosítva a kutatás feltételeiként Deák Dénes egykori pasaréti lakásának használatát is. Deák Dénes is túljutva, mint utólag tudjuk, életútja felén valóban egy végrendelet megalkotását tette meg, végrendeletet hozott létre, amelyet aztán a későbbiekben még több is követett. Ez a jeles műgyűjtő és mecénás ugyanis nem rendelkezett leszármazottal, más rokonai, édesapja és bátyja korábban elhaltak már. Tehát több alkalommal is végrendelkezett, ahogy említettem, de bizonyos elvek, bizonyos erkölcsi elvárások önmaga számára parancsok átkapották valamennyi nagy mértékű tudatosság, megfontoltság volt rá jellemző, nem elkapkodottan döntött. A végrendeletek mindig összhangban voltak más élők közötti jogilletekkel, tehát ajándékozásokkal vagy egyéb szerződésekkel. Mindig a vagyona egészéről kívánt rendelkezni, kiemelten a képzőművészeti gyűjteményről és természetesen az ingatlanairól. Érezhető volt ezeken az okiratokon, hogy áthatja a humánum.
áthatja a közjavára adakozás, de konkrétan megjelölt céllal. Nagy vonalúság is érezhető volt rajta. Aztán gondoskodás önmaga és említett két rokona halál utáni helyéről, illetőleg arról is, hogy egyháza, a katolikus egyház mindenképpen adományozásban részesüljön. Természetesen gyakori az, hogy az első gondolattól, az első végrendelet megszületésétől kezdődően az életviszonyok megváltoznak, a végrendelkező más benyomások alá kerül, más gondol, más céljai lesznek, és ezért változtak. Szerencsére a jog van annyira bölcs, már ezt végesen tudják, valamint a bölcsességét a jognak, szóval a jog van annyira bölcs, hogy lehetővé teszi a végrendelet megváltoztatását, módosítását, vagy teljesen új végrendeletnek a megalkotását is. Nos, ezzel élt A találkozón a művészet és a hatalom kutatásainak 1990-es években jellemző új forrásairól is hallhattak a résztvevők. A Deák Dénes ösztöndi, amelyet 1997-ben elsőként kaptam meg, és egy óriási drive-ja volt tulajdonképpen az önálló pályaválásomnak, a kutatási pályám kezdetének. Ennek köszönhetően összesen 4 évet tölthettem el a budapesti Vadrózsa utcai lakásban, ami hát egy nagy lehetőséget és főleg hatalmas szabadságot adott egy saját kutatási területe kialakítására, kidolgozására, amit azt mondhatom, hogy a mai napig intenzíven fejlesztek. Az előadásom eredeti címétől eltérően mindenből kiindulva, amikor az előadásomat írtam és végiggondoltam ezt a témát, nem annyira a 90-es évek új forrásainak az elemzésére fókuszálni, mint inkább a kutatásaim elvi kérdéseire és problémáira helyezném a hangsúlyt, és hogy a szemléletemben az akkori 90-es évekbeli önmagamhoz képest ma hol tartok. Azt hiszem, egy ilyen ösztöndi szempontjából, vagy ennek a hozadékait vizsgálva talán ezek érdekesebb kérdések lehetnek. Kánonépítés vagy konstruktív múltszemlélet. Ez lett a fő kiinduló pontom akkor a 90-es évek közepén, amikor ezt a kutatást elkezdtem. Röviden az érdekelt, hogy a művészet és a hatalom viszonya milyen konfigurációkat írt le a Kádár korszak évtizedeiben. Széleskörű forráskutatásokra és esettanulmányokra alapoztam a programomat, amelyen keresztül modellezni lehetett a Kádár korszak kultúrpolitikájának az alakulását a 60-as, 70-es években. Azért gondoltam esettanulmányokra, mert úgy éreztem, hogy a leghatékonyabban ezen a módon lehet bemutatni a politikai struktúra diszfunkcióit, és ezeknek a láncolatából tud majd később kialakulni egy történet. Az első esettanulmányom, ami az ösztöndíjas időszakom fő témája is volt, az 1970 és 73 között zajló balatonbogári kápolnatárlatok története volt. Tulajdonképpen ezen az esettanulmányon kísérleteztem ki a kutatói módszereimet, találtam meg a szempontjaimat, végeztem széleskörű forráskutatást, nem csak az akkor megnyíló új forrásokban, amelyek például az állambiztonsági iratok voltak, hanem a különböző párt és állami szervek, magánarchívumok iratait is széles körben igyekeztem vizsgálni, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. És ennek a kutatásnak az első eredménye még az ösztöndíjas időszakom alatt egy kétrészes dokumentumfilm volt, Vakáció, a Balatonbogári kápolnatállatok története címmel,
amely a magyar televízióban készült, és ennek volt egy egyrészes angol nyelvű változata is. Magáról röviden a kápolnát állatokról tényleg csak pár szóban annyit mondanék, hogy 1970-től és 73-ig, 4 éven át működött, egy fiatal, akkor frissen végzett művész kezdeményezésére, Galántai György volt az, aki ezt a balatonboglári romos állapotban lévő kápolnát kivérelte, és az akkori avantgárd tulajdonképpen minden jelenségét, minden fontos alkotóját bemutatta nyaranta ezen a különös helyszínen. Nem csak a budapesti avantgárd, hanem tulajdonképpen a vidéki és a pécsi műhely tagjai, vagy a határon túli avantgárd művészek is bemutatkoztak. Tulajdonképpen egy fantasztikus spektrumát lehetett látni az akkori avantgárd művészeknek. A konferencián többek között Csók István festészetének újragondolásáról, kézműves mesterségek középkori székesfehérvári emlékeiről, Abba Novák Vilmos falképfestészetéről is tájékozódhattak a résztvevők. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!